Már javában vágják a karácsonyfának valót Csurgó környékén. Idén is a luc, az ezüst és a normann lesz a sláger. A lucfenyő, az ezüstfenyő és a normann fenyő. Ezek a klasszikus fajták, a normannból egyre többet adunk el. De a lucfenyő pedig egy a jobb minőségű. Szinte egész Európába szállítanak fenyőfát Csurgóról. Most elsősorban Olaszország a célország, és erősödik a kelet-európai, közép-európai piac. Románia, erdélyiek keresnek meg, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, a szomszédországok. Az elmúlt évekhez képest azonban idén várhatóan 10-20%-kal emelkedik némelyik fafajta ára. Alapvetően a tavalyihoz hasonlóan alakulnak az árak. Azért a lucfenyő azt gondolom, hogy 10-20%-kal drágább lehet. Főleg a jobb minőségű lucból érdemes előbb megvásárolni, ha valaki szeretné. Ugyanis abból nem olyan nagy mennyiség van, mint amennyit szeretnénk. A normann méterenkénti ára akár a 7000 forintot is elérheti. Az áremelés oka a hosszú, száraz ősz, mondja Szabó István. Ez körülbelül 1 méter 50 centi, ez 6000 forintos árba lesz. Ez a kaposfüredi kistermelő is emelt idén az árain. Átlagosan 20%-kal többért lehet nála fenyőfát vásárolni a tavalyihoz képest. A lucfenyő az úgy 4000 körül lesz, az ezüstfenyő pedig 5 és 6 között. Vannak, akik már hetekkel ezelőtt lefoglaltak egy-egy fát, amelyet csak később vágatnak majd ki. Általában ezeket mind ünnepek előtt 3-4 nappal vágjuk ki. Tehát 20-21, 22, 23-a, hogy friss legyen, és így frissen viszik be a lakásba. A fenyőfák árusítását előreláthatólag néhány hét múlva kezdik el.